Opéralo. Június 4. a magyar történelem leggyászosabb napja. A trianoni békeszerződés értelmében hazánk elveszti területének kétharmadát, lakosságának több mint a felét. 90 év elteltével még mindig ugyanaz a kérdés. Miért? Miért döntöttek úgy a nagyhatalmak képviselői, ahogyan döntöttek? június 10. Párizs, a szenátus épülete. Először rendeznek konferenciát a franciák Trianonról. Az esemény mintegy folytatása az egy héttel korábbi Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián megtartott tanácskozásnak. Az esemény előkészítésébe bekapcsolódott a budapesti francia és a párizsi magyar intézet is. És mind a két helyszínen a kérdés legavatottabb képviselői. Francia, román, angol, olasz, szlovák és magyar történészek voltak jelen. De a konferenciára bárki eljöhetett. Franciaország legtöbbször saját magával foglalkozik, ezért inkább a versailles-i németekkel megkötött szerződést kutatták a történészek. Kelet-Közép-Európa kevésbé érdekelte a franciákat. Hány történész foglalkozik jelenleg Franciaországban ezzel a témával? Mindenki itt van ma közülük, főleg olyanok, akik a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődnek, például az egyik előadó Sutu professzor, de olyanokat is meghívtunk, akik a békeszerződések vagy azok következményeinek szakértői. Az viszont tény, hogy különbség van Trianon megítélésében. Már nem Franciaország győzelme érdekel minket, inkább a felelőssége. És itt nem csak a politikusokra gondolok, hanem például a geológusok felelősségére, hiszen ők is közrejátszottak abban a folyamatban, ami végül a tárgyalásokhoz vezetett. Aztán elkezdtünk gondolkodni azon az eddig nem túlságosan népszerű témán is, hogy mi volt a döntés ideológiai háttere. Úgy kezeljük a kérdést, hogy az nem egyszerű nemzetközi lépés volt, vagyis a francia történészek most azon dolgoznak, hogy Franciaország újraértékelje a békekötésekben betöltött helyét. Pour réévaluer la position de la France dans ces traités de paix. Ce qui était très intéressant, mais que nous savions déjà un peu, c'est deux exemples peut-être. Egy ilyen konferencia azért is hasznos, mert mindig tudunk meg újat. Most például két dologra hívom fel a figyelmet, ami elhangzott. Az egyik érdekesség, hogy a brit kabineten belül mennyire eltértek a javaslatok Trianonra vonatkozólag. A külügyi kabinet hazai szakemberekből állt, ők keményebb javaslatokat képviseltek. A másik Clark és társai köre, akik Budapestről figyelték az eseményeket, és ők megpróbáltak lavírozni egy kicsit innen. Végül is az önök szerencsétlenségére az előbbi hívei nyertek. Egy másik érdekesség, ami tényleg újdonság és egy olasz archívumból került elő, az magyar-olasz kapcsolatokra utal. Olaszország 1918 és 1919 között azoknak az olaszoknak a vezetésével, akik katonai szolgálatot végeztek Budapesten, megpróbált együttműködni Kun Béla kormányával. Arra gondoltak, hogy a kormány sokáig fog maradni, és nekik érdekük lenne az együttműködés. Ebben az esetben is ugyanaz történt, mint az elsőben. Akik Rómában voltak, egészen mást akartak. Ők azt mondták, nem, ez a rendszer elviselhetetlen, ezek bolsevikok, és végül az ő akaratuk diadalmaskodott. Két pozíció, tehát egy országon belül, de végül is a nemzeti érdek érvényesült. És ez sem véletlen, vagyis azért azt ne felejtsük el, hogy mindenki a saját nemzeti érdekeit helyezte mindig is előtérbe. De előzményekről nem csak rövid, az első világháború alatti időszakkal kapcsolatban beszélhetünk, sokkal korábbi időkre kell visszanyúlnunk. Nem vagyok benne biztos, hogy volt egyáltalán olyan pillanat az itteni életünkben, amikor azt lehetett mondani, hogy ez egy tiszta nemzeti állam, mármint Magyarország.
mert ugye tudjuk, hogy amikor betelepettünk, amikor bejöttünk és elfoglaltuk a honz, már akkor ugye mindenféle népek éltek ezen a területen. Na most, hogy abból mennyit sikerült felszívni tényleg, és mennyivel tehát a magyar nyelvet, szokásokat, egyebet, ezt azért a történetírás teljesen pontosan nem tudta tisztázni. Egy dolog viszont biztos, hogy a betelepedés és betelepítés már a tatárjárás előtt elkezdődött. Az északi részeket például ekkor jelentettek meg jelentős mindenféle szláv betelepülők. Biztos, hogy szerepet játszott a török uralom, amely az ország egy részén, hát ha nem is elnéptelenítette, de jelentősen megcsapolta a lakosságot, és ugyanakkor szívta, miután a törökök eltávoztak a területről, szívta magába azokat az embereket, akiknek a megélhetésük itt-ott a szomszédban vagy távolabb, egészen a szászokig, ugye nem volt igazán rendben, és szívesen jöttek szerencsét próbálni. Következésképpen úgy jutottunk el a 19. század végére, a 20. század elejére, hogy az akkori országnak közel a fele, vagy hajszállal már több, mint a fele, nem magyar volt. A hivatalos magyar állami politika pedig nem kezelte a kérdést. Nem kezelte, illetve rosszul kezelte. Most ne gondoljuk azt, hogy más országokban vagy államokban nem voltak hasonló problémák. Hát egyetlen európai ország sem született meg úgy, hogy kizárólag egy etnikum alkotta volna. A nyugat-európai országokban ugye ezt az alapvető elrendezést, centralizálást, ezt azután megtoldották iskola és nyelvpolitikával. Magyarország meg csak azzal próbálkozott a 19. század utolsó harmadában, meglehetősen erőszakosan és arrogánsan, aminek ugye ebben az időben már csak ellenhatása, csak negatív reakciója lehetett, és nem sikere. 1914-ben kitört az első világháború. Ilyen előzmények után a legrosszabb helyzetben voltunk, és 1918 után nem is volt kivel tárgyalnunk. Ráadásul a világháború utáni időszak kormányainak nem volt etnikai javaslata a problémák kezelésére. A háború után úgy alakult ki a helyzet, hogy azok az országok, akik a nyerteseknek az oldalán álltak, tudtak nyugodtan a nemzetközi porondon szerepelni. A legyőzöttek közt két kategória volt. Az összes legyőzöttek az egy kategória volt, és a másik az Magyarország. Miért? Az összes többi országnak, Ausztriának, Németországnak, Bulgáriának volt nemzetközi diplomáciai szereplése, már csak azért is, mert a semleges országokban továbbra is tudtak működni. Volt diplomáciai testületük, volt nekik csatornák, amelyen keresztül lehetett nagyjából hozzájutni információhoz, és bizonyos nyomásokat gyakorolni. Magyarország egy ilyen egészen elképesztő helyzetbe került, mert neki nem volt nemzetközi szereplése, és alig ha volt nemzetközi szereplés, a nemzetközi szerepléshez való lehetőség. Itt ugye az volt a főérzés, hogy bűnösként kezelnek minket, amikor igazából semmit nem tettünk. Franciaországban az volt az érzés, hogy hát persze lehet, hogy van egy pár magyar, aki nem lakik Magyarországon, de azelőtt az pont fordítva volt, hogy szlovákok nem voltak otthon. Jó, de végül is mi abban reménykedünk, hogy ebből majd egy olyan végeredmény lesz, hogy lesz egy ilyen közép-európai térség, amelyen belül gazdasági alapon összejön valami kooperációs hangulat. És az is lett volna a franciáknak az érdeke. Csak nem jöttek rá arra, hogy olyan baráti országot segítette, akinek legalább az elitek
fejében egy percig se volt ez a csodatos ötlet, hogy itt ősz-közép-európai barátság lesz. La France ne pouvait pas gérer l'exécution des traités. Franciaország saját maga nem tudott volna dönteni a vitás kérdésekben az 1919 és 20 közötti béketárgyalások során. Párizs nem hozhatott döntést London beleegyezése nélkül, és ne felejtsük el a keleti szövetségeseit, a lengyeleket, a románokat, a csehszlovákokat, a szerbeket, szlovénokat, horvátokat. Utóbbiak alkották a későbbi Jugoszláviát. Amikor például Magyarország számára előnyösebb döntés lehetőségét is fontolgatták, tudták, hogy nincsenek egyedül, és végeredményben nem tudták kifejteni a saját álláspontjukat. Először London túl keménynek ítélte a javaslatokat. Mindez 1920 tavaszáig tartott. Majd Párizs is változtatott, és Trianon előre látható következményeit csillapítani akarta. Két dolog miatt. Először is gazdasági érdekeitől vezetve. Másrészt azért, mert a francia politika egyre inkább bolsevik ellenes lett, és a németek után a szovjetekben találták meg az ellenséget. És ekkor változott a magyarok elleni politika is? Pontosan. A Milleran kormány 1920. januárja és szeptembere között meg volt győződve arról, hogy a trianoni békekötés, úgy mint a Saint-Germaini vagy a Versailles béke, nem teremtene jó gazdasági pozíciókat Párizs számára az utódállamok felől. Az volt a cél, hogy Magyarország beálljon a lengyelek mögé, akik a szovjetek ellen hadakoztak. 1920. augusztusában nagy volt a félelem, hogy a lengyeleket legyőzik. Vagyis olyan békében gondolkodtak, amely már egy kicsit enyhébb feltételeket kínált volna, de nem olyan mértékben, ahogyan azt Budapesten remélték. A gazdasági tervek mellett voltak politikai tervek is. 1919. augusztusában, szeptemberében kiderült, hogy ez a bolsevik ellenes politika nem működik. Főleg azért nem, mert a főszövetségesek, a lengyelek, miután felszabadultak, nem akartak szovjet ellenes politikát folytatni. Aztán a fehérek, akikre nagyon számítottak a franciák, szóval őket elverték a vörösök Szovjetunióban, és aztán a francia kormány sem állt ki egyöntetűen a miniszterelnök Milleran bolsevik ellenes politikája mellett. Milyennek látják ma a francia történészek a trianoni döntést? Sokat változott annak megítélése. Sokáig a 60-as, 70-es évekig egyöntetű volt a vélekedés, hogy az kikerülhetetlen volt. Aztán jött egy döntés a 60-as években, ami megnyitotta az archívumokat, és a történészek elkezdtek kutatni. Ekkor jöttek rá, hogy a franciákon belül is nagy volt a megosztottság 1918-ban, hogy melyik változatot fogadják el. Van, aki azt mondta, hogy óvatosabban kellett volna kezelni a kérdést. Vagyis sokan kezdtek el kételkedni. És önnek személy szerint is vannak kételjei? Természetesen. Főleg azokat az eseményeket figyelve, amelyek a háború után történtek. Természetes, hogy olyan nincs, hogy mindenki kívánsága teljesül. Mégis egy angol diplomata leírása tetszik. Harold Nicholsoné, aki remekül észrevette, hogy 52 küldöttség volt, mindenki tette a dolgát, de szinkronba senki sem állította a különböző törekvéseket. Amikor befejeződött minden, akkor vették észre, hogy Németországot és Magyarországot sokkal súlyosabban érintette a döntés, mint ahogy azt a legelején gondolták volna. 1920. májusában vetődött fel igazán komoly formában az, hogy aláírja-e vagy sem Magyarország a békeszerződést, ekkor kapta meg a változtathatatlan legvégső békefeltételeket. Ekkor mondhatjuk, hogy a magyar békedelegáció megosztott volt, de a túlnyomó többség úgy vélte, hogy ha kényszerből is, de alá kell írni a békeszerződést, mert Magyarországra nincs más út, csak olyan út, ami a vesztére vezethet. Voltak néhányan a delegáció tagjai közül, akik úgy gondolták, hogy érdemes talán kockáztatni.
de ez a többségi álláspont aztán diadalra jutott. Magyarországon szemben sokféle fellépési lehetőség, retorziós lehetőség volt érvényben, akár gazdasági blokkád, akár esetleg még egy megtorló háborúnak a veszély és fenyegetett, és abban a helyzetben, amikor az ország sokszorosan kivérzett, nem csak a világháborúban, hanem a fegyverszünet időszaknak a két éve alatt is, ott ezt már nem merték megkockáztatni. Létezik-e valami fajta demokratikus revízió? Hát az önrendelkezésnek a gondolata, aminek ugye a gyakorlati megvalósulása a népszavazás, azt mondhatjuk, hogy egy ilyen demokratikus gondolat. Abból indul ki ez az elképzelés, hogy minden egyes terület lakosságának joga van eldönteni, hogy milyen közhatalom alatt kíván élni. És hogyha etnikai szempontok szerint választ közhatalmat, tehát például egy magyar terület lakossága bármiáról inkább magyar közhatalom alá akar tartozni, akkor az adott esetben területátcsatolásokat vonhat maga után. Ehhez persze ugye az kell, hogy az önrendelkezési elv és ennek a gyakorlati formája találkozzék az összes érintett országnak az akaratával. Tehát ez nem csak egy magyar belügy természetesen, hanem azoknak az országoknak az ügye is, amelyeknek a rovására ilyen módon Magyarország területeket szerezhetne. Milyen volt a megítélése a tárgyaló küldöttség tagjainak, amikor megérkeztek a trianoni békeszerződés aláírása után? Azt biztosan tudjuk, ez a korabeli jegyzőkönyvekben is fönnmaradt, hogy Apponyi Alberttel szemben voltak bizonyos fenntartásai a békekonferenciának, hiszen ő közismert volt arról, hogy német barát politikus, és arról is, hogy nemhogy nem ellenezte, hanem kimondottan időszerűnek tartotta a világháborúnak, pontosabban hát ugye a magyar-szerb háborúnak, vagy az osztrák-magyar-szerb háborúnak a kirobbanását. Ugyanakkor Apponyi egyfelől nagyon megszelidült a háború végére, tehát kimondottan ilyen humanitárius, emberbaráti szempontból közelített a kérdéshez, és hát természetesen nem az ő személye volt ott a lényeg, hanem az, hogy Magyarországot képviseli. Azt tudni kell, hogy nem az a békedelegáció írta alá a trianoni békeszerződést, akik a békekonferencián érveltek a magyar álláspont mellett. Amikor januárban kiutazik a békedelegáció Apponyi vezetésére, az egy nagyjából 70 tagú delegáció, rengeteg szakértővel, diplomatával, politikussal és a lapok által kiküldött újságírókkal. Az aláírásra, amire ugye június 4-én került sor, egy külön delegáció utazott ki, és mindössze ketten voltak, akik ténylegesen a kézügyükkel látták el az aláírást. Az, hogy a nyugat rátalált Hortira, hogy a Horthy hajlandó volt legalább rövid ideig ebbe a játszmába belépni, ezért lehetett egyáltalán aláírni a szerződést, és ez bizony egy brit diplomata delegációnak a sikere. Másrészt azt mondták Magyarországnak, hogy mostantól szuverén ez az ország, vegyék észre, hogy jó is történt velük a sok kellemetlenség közt, mert ezen túl nincs ellenőrző bizottság, nincs megszállás. Volt román, csehszlovák és jugoszláv csapatok 1921 végéig itt-ott bent maradtak, de ez az Antant, illetve a párizsi konferencia határozottan kiutasította őket. Tehát ők mindig azt érveltek, hogy a kisebbségi kérdések a napirenden vannak, a Népszövetség lesz a fóruma, elő is irányoztak kisebbségvédelmi, később a Népszövetség által előírandó, kidolgozandó kisebbségvédelmi rezsimeket, programokat. A határrevízió bilaterális alapokon történő megvalósítását akár bátorították is, és ezt hangsúlyozták, hogy kész, vége az űrzavarnak, ezáltal beállt az önállóság, a felelősség időszaka, és mindenki örüljön. La perception était évidemment très favorable, mais je dois dire que... A békeszerződést természetesen Romániában nagy örömmel fogadták. De azt rögtön kiemelem, hogy a nagyon véres háború után leginkább annak örültek az emberek, hogy hazamehettek. Nagyon sok román katona vidéki parasztfiú volt, aki nem tudta például Erdélyt mihez kötni. Persze sokan voltak, akiknek Erdély és Besszarábia a nemzeti büszkeség csúcsát jelentette, de sokuknak semmit sem. A román lakosság fele analfabéta volt, vagyis különleges helyzet alakult ki. A hivatalos politika a nemzeti öntudatot akart erősíteni, de sokan azt sem tudták, hogy mi ez. Mindenki elégedett volt?
Természetesen, ha nem veszik figyelembe a magyar anyanyelvűeket. De nagyon hamar szembesültek a saját problémáikkal, az agrárkérdéssel, az általános választójoggal. Ezek belső viták voltak a határtalan nagy öröm után. Ráadásul a franciák is csalódtak, és ez már külpolitikai kérdés. Ők nem erre számítottak a románoktól. Ők a kis antantot úgy találták ki, ami a szovjetek és a németek ellen munkálkodik. De főleg a románok nem váltották be ezeket a reményeket. Főleg azért nem, mert a kis antant, ahogy a neve is mutatja, kicsi volt, és főleg a magyarok és a bolgárok ellen tevékenykedett. De ez nem érdekelte a franciákat. Nekik először az is megfordult a fejükben, hogy a kis antant közé teszik a magyarokat, lengyeleket, görögöket, és ezek az országok is teljes mellszélességgel a németek ellen fordulnak. Ennek az elgondolásnak a nagy hátulütői a románok lettek, akik nem a németek, hanem a magyarok ellen munkálkodtak. A csehszlovákok számára a trianoni szerződés beleillett az első világháború utáni több békekötés menetébe. Az új államokat megerősítette, és tulajdonképpen 1989 előtt a szlovákok és csehek nem is foglalkoztak Trianon utóhatásaival. Utána főleg a szlovákok számára volt fontos mindez, amikor megindultak az ország önállósodási törekvései. Mint ahogy 1920-ban is, hiszen a szlovákok addig egy nagy egységben éltek, az osztrák-magyar monarchiában, ahol asszimilációra voltak kényszerítve. Csehszlovákia megalakulásával új társadalmat hozhattunk létre minden szinten. És hogy tekintettek ránk magyarokra, akik hatalmas területeket veszítettek el? Nagyon féltek önöktől, hogy megtámadják Csehszlovákiát, akár kívülről, akár belülről. Ami tény, hogy sokáig elég gyanakúan kezelték a magyarokat. De ez sem véletlen. Magyarország vesztes volt, minket pedig úgy tekintettek, mint szövetségest, így jobban kedveztek nekünk. A nagyhatalmak tisztában voltak azzal is, hogy a felaprózódással számtalan kisebbség alakul majd az utódállamokban. Ezeknek jogait rendezni akarták, és azt hiszem, hogy Csehszlovákia esetében ez sikerült is. Az ország multikulturális volt, ahol a kisebbségek megfelelő kulturális jogot, például iskolát, nyelvtanulási lehetőséget kaptak. Gond volt, hogy sok ember elvesztette földjét és az úgynevezett bizonytalan nemzetiség kérdése. Vagyis valaki egészen más országban született, mint ahol aztán élt. Számtalan eset volt például, hogy nyugdíjat kért, ahol éppen tartózkodott, de ezt a nyugdíjat megtagadták tőle, mert más országban született és dolgozott. És mi a véleménye ma a szlovák történészeknek a 90 évvel ezelőtti döntésről? A szerződés nagyon fontos volt szuverenitásunk szempontjából, de fontos, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki a szlovákiai magyarokkal, hogy harmóniában éljünk velük, mint ahogyan a magyarországi magyarokkal, hiszen mindannyian európaiak vagyunk. Ilyen konferenciákon beszélni kell a trianoni szerződésről, de az nem vezet sehová, ha a közvéleményt gyűlöletkeltésre használjuk fel. Trianoni békeszerződéshez 4 vagy 5 tényezőnek az összetalálkozása vezetett. Ezek közül az alap vagy a kiindulópont az az volt, hogy a történelmi Magyarország fele nem magyar anyanyelvű lakosság volt, és ahogy a nacionalizmus erősödik a 19. században, a nemzetiségi elitek is követeléseket támasztanak, területi autonómia, kulturális autonómia, ezeket a magyar vezetés nem elégíti ki, hanem a dualista szisztémába próbálja kezelni. És addig, amíg a magyar állam erős, addig ez többé-kevésbé működik is. A háborúban azonban megváltozik a helyzet. A háborúban a magyar állam meggyengül, a nemzetiségi törekvések fölerősödnek, fölgyorsulnak, és a háború végére a szeparatista álláspontra helyezkednek. Ez azonban csak az egyik ok. A másik ok az, hogy a 19. század folyamán egész Közép- és Kelet-Európának az állami konfigurációja átalakult. A 19. században 3 nagy birodalom uralta az egész térséget. Az Oszmán Birodalom, az egész Balkánt, Romániát is, az Orosz Birodalom, beleértve Lengyelországot, Finnországot, stb., és a Habsburg Birodalom. Ha ránézünk a 20. század elején, még az első világháború előtt a térképre, akkor egy csomó államot látunk ott, főleg a Balkánon, az Oszmán Birodalom már nincs, és a osztrák-magyar monarchia, illetve Magyarországnak a határai mellett délen-keleten kialakult legalább 3 olyan állam, amely területi követeléseket támasztott Magyarországgal. A román
új román állam, ami 1859 és 61 között jött létre, addig nem volt. A szerb állam, amely autonóm területként már a 30-as években, de nemzetközileg elismerve csak az 1870-es években jött létre, egyre növekszik különböző helyi háborúkba, és az összes délszlávot egyesíteni akarja. És harmadik az Olaszország, amely hát nem annyira magyar, mint inkább dalmáciai területeket akart megszerezni, de mondjuk Fiumét is, ami hát a magyar államos tartozott. Ez a másodikok és a harmadikok, és erről szólt itt az egyik előadás is, hogy a háború alatt, vagy a háború végére a győztes nagyhatalmak úgy ítélték meg, hogy stratégiailag nekik a jövőre nézve jobb lesz az, hogyha Németország hátába olyan államokat hoznak létre, amelyeket ők tudnak befolyásolni és irányítani, amelyekre támaszkodhatnak, nem pedig egy olyan Habsburg birodalmat, amely a németekkel hajlamos mindig együttműködni és kooperálni. És ez a nagyhatalmi akarat, amely fölkarolta a létező nemzetiségi törekvéseket, döntő súllyal esett latba, hogy végül ez a döntés született. De még egy negyedik okot is hozzá érdemes tenni, azt hiszem ezekhez, ez pedig a Kárpát-medencében vagy a magyar állam területén 1918 őszétől 1919 őszéig kialakult kaotikus helyzet, polgárháborús helyzet, hogy mondjuk így, hiszen ez alatt, az időszak alatt legalább két forradalmon ment át az ország, legalább egy ellenforradalmon, és fél tucat kormánya volt ez alatt az időszak alatt Magyarországnak, és még több hadügyminisztere. Miközben egy ütőképes állami politika hadsereg alátámasztva nem tudott kialakulni. És nyilvánvalóan, hogy ez is rontotta Magyarország pozícióit. Én nem osztom azoknak a véleményét, akik azt gondolják, hogy Magyarország egy erős nemzeti hadsereggel meg tudta volna védeni a történelmi Magyarország területét. Ezt nem gondolom. De azt nem lehet kizárni, hogyha birtokon belül van a magyar kormány és a magyar hadsereg, és a békedelegáció úgy megy ki, hogy mondjuk a Partiumot, Csalóközt vagy más magyar területeket a magyar hadsereg ellenőriz, akkor más pozícióból tárgyalhatott volna, mint úgy, az ország jelentős részét a román hadsereg tartotta megszállva. Vannak kétségeink a békeszerződéssel kapcsolatban, de a kérdés nem úgy merül fel, hogy igazságos volt-e vagy sem. Ne felejtsük el, hogy mindez már a múlt része, történelmi tény. Az viszont igaz, hogy rengeteg interpretációja hamis volt. Nem szabad szemrehányásokat tenni a másiknak. De látni kell, hogy a különböző körök, most úgy mondanánk lobbisták, hogyan alakították a francia, a brit, az amerikai vagy éppen az olasz álláspontot. Ők pedig átvették ezeket a többé-kevésbé ügyes propagandákat. És azt se felejtsük el, hogy a trianoni békekötésnek voltak sokkal korábbi előzményei. A nagyhatalmak sok mindent megígértek, például az olaszoknak, lengyeleknek vagy a cseheknek. És ahogy befejeződött a háború, ezek a népek azt kérték, hogy tartsák is be, amit megígértek. Ők pedig belekerültek egy kontrollálhatatlan körbe, ami végül a trianoni döntéshez vezetett.